A világgazdasági válság térségünket is nagyon érintette a 2009-es esztendőben. Nőtt a munkanélküliség, vállalkozások zártak be. Csak néhány olyan probléma, amelyek Korosladány önkormányzata is szembesült tavaly. Főleg a környékben, a környék településein lévő üzemekből nagyon sokan voltak kénytelenek eljönni. A Korosladány üzemek viszonylag azt lehet mondani, hogy kevésbé sínylették meg a válságot. Sőt, azt mondhatom, hogy az év vége fele már rendeződtek a dolgok, tehát a termelőüzemek, ami tudomásunk szerint már közel teljes kapacitással üzemeltek. A munkanélküliség, valamint a hitelek hirtelen megemelkedése Körösladányban is több családnak okozott problémát. Sokan jöttek a krízis alapból, szerettek volna támogatáshoz jutni, aztán védett fogyasztókká kellett nyilvánítani sokakat, mert nem bírták fizetni rendesen a közüzemi számláikat, és fenyegetett az a veszély, hogy esetleg kikapcsolások lesznek. Észrevettük a segélykérelmeken is, azok megszaporodásán is ezt a helyzetet. Végül is az önkormányzat az eddig megszokott segélyezési formáit tudta tovább folytatni a tavalyi évben is, sőt jövőre is fogjuk tudni. Olyan segélyek is működnek Körösladányban, amelyek nem mindenütt, például beiskolázási támogatást tudunk adni a gyermekek számára. Azon kívül működik nálunk a méltányossági közgyógyellátás, ami mondjuk nagyon nehezen vehető sajnos igénybe, de nem elsősorban rajtunk múlik, hanem a szabályok olyanok, hogy nagyon kevesen tudják ezt, vagy egyre kevesebben tudják sajnos igénybe venni. Adunk fűtési támogatást a nyugdíjasoknak, ami szintén egy olyan támogatási forma, amely nem minden település engedheti meg magának. És a legfontosabb, amiről talán még szólnom kell, az, hogy aki munkanélküli, azt szinte mindenkit tudtunk a tavalyi évben is foglalkoztatni. És ezt az idén szintén folytatni szeretnénk. Sőt, ma az idejében ez még ki fog azzal is bővülni, hogy a leszázalékoltak, akik le vannak százalékolva, azokat is, azokból is jó néhányat fogunk tudni az idén foglalkoztatni. Az állami támogatások tavaly jelentősen csökkentek, emellett a településen elmondható, hogy az adóbevételek is stagnáltak. Ennek ellenére én azt hiszem, hogy Körösladány önkormányzata tavaly végül is egy sikeres évet zárt, hiszen működni tudtak az intézményeink, és fejlesztéseinket is végre tudtuk hajtani. Persze azért a nehézségek itt is kiütköztek, hiszen az intézményeink csak nehezen fértek bele a költségvetési keretbe, sőt az iskola esetében egy viszonylag jelentős túlköltés is mutatkozott, de ezt végül is sikerült konszolidálnunk. Összességében ugyan nehéz évet zárt a település, de ennek ellenére számtalan fejlesztés is megvalósult a településen, melyek pozitív eredménye 2009-nek.